Három héttel ezelőtt játszott legutóbb bajnoki meccset a Nyíkse, akkor Győrben 82-68-as vereséget szenvedett az NB1B zöld csoportjának újonca. A Savić Brane által irányított együttes első két bajnokiát is elveszítette, így egyelőre győzelem nélkül állnak a tabellán a nyíregyházi kosarasok. A HEP kupában a Deac 2 ellen idegenben nyert a Nyíkse, amelynek edzője bízik abban, hogy a bajnokságban is megszerzik első győzelmüket. Sajnos ez az első három meccs nem sikerül nálunk. Most látom, hogy hiányzik ez a... Mert tavaly szezon játszottunk ez a MB2, ami teljesen más szint volt. Jó dolgoztunk, nem tudom semmi mondani. Csak hiányzik egy picit, valami egy pici rész a mozaik, hogy tudunk nyerni meccs. Ez a... Nagyon, hogy tudom mondani, hogy... Túl jó, én játékosan túl jó gyerekek van, tőle. Néha ez a meccs, ez egy háború, és ez kell tűz, és harcolni többet. Remélem most ez a új játékos, Patrick Cvin, aki jött, fogsz benne rakni ez a mozaik, ez amit hiányzik most. És ez a vasárnapi meccs, én így gondolom, hogy nagyon fontos, mert ez a erős csapat ellen fogom játszani, csak a meccs otthon lesz, és ha ez nyerünk, ez extra győzelem lesz, és lehet ez lesz a kulcs, hogy tudunk megfordulni ez a rossz indulás, ez a szezon indulás. Az új játékos a 3-4-es poszton bevethető, 2 méter magas Cvijin Patrik számára nem ismeretlen a magyar bajnokság. 23 éves vagyok, 10 évesen kezdtem a kosárlabdázni Szabadkán, Szerbiában, és 20 évesen mentem át a Szegedhez, Szedeákhoz. Akkor 2019-ben már sikerült is megnyerni az U20-os bajnokságot, és utána Békéshez, NB1-be igazoltam 2 szezonra, és most jöttem a Nyíksét erősíteni. A Measzt Miskolc elleni mérkőzésen a nyíregyházi edző szerint sokat segíthet a közönség támogatása is. Mi nagyon az a hazai csapat vagyunk. Én mindig viccelem, hogy mikor utazni menjünk, akkor mikor van tábla vége Nyíregyháza, akkor teljesen bárki csapat van. Sajnos ez is én munkám, itt az edző, hogy cserélni kell ez a mentalitás is. A Nyíkse Measzt Miskolc mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.